Székelyvarság felé már az útszakasz nagy részét a frissen elkészített koptató réteg fedi. Bár már októberben járunk a kedvező időjárásnak és a megyei tanács hatékony pénzgazdálkodásának köszönhetően, még mindig zajlik útjavítási tevékenység az utakon megyeszerte. A Varság felé vezető 138B megyei úton, közel 2 kilométeres szakaszon a kivitelező cég a tavaly elkezdett felújítást folytatja, amely árokását, átereszek kialakítását, illetve 4 cm vastag koptató réteg leterítését foglalja magában. A beruházás összértéke közel 350 ezer lej. Egyébként ezen az útszakaszon Székely-Varság irányába még további munkálatokat is tervez a megyei önkormányzat. Ezzel egy időben zajlanak a munkálatok a 132-es megyei úton is. Jelenleg Lövétinél dolgozik a kivitelező cég. Jelenleg az aszfaltréteg leterítése folyik Lövéte faluba. Ott már elkészült az alapréteg, a törkőből, és az aszfaltot húzza rá most a kivitelező cég. Még az idén, hogyha az időjárás is megengedi, akkor valószínűleg kopóréteg is kerülhet ezekre a szakaszokra, ahol a tavaly kimaradt. A 132-es megyei úton idén a tervek szerint csak a fel nem újított hidak körülbelül 30 méteres körzete marad aszfaltozatlan. A teljes felújítás átadási határideje 2012. április 26-a. Jövőre maradt tehát a hidak befejezése és leaszfaltozása, illetve a közlekedésbiztonsági jelzések elhelyezése. Az országban ez az első út, amelynek felújítását sikerült elkezdeni, a regionális operatív programban elnyert pályázat révén. A munkálatok értéke 15 millió euró, a szakasz hossza 26 kilométer.